Nagyhatalmi játszmák, új világrend és geopolitikai versengés volt a témája a Mandiner Roadshow Szekszárdi állomásának. Nógrádi György és Somkuti Bálint fejtegették a világpolitika történéseit. A világ megindult egy olyan irányba, amit több száz éve nem láttunk. Egy olyan többpólusú világ kezd kialakulni, amely gyakorlatilag az első világháború előtt volt jellemző a világra. Tehát nem csak egy vagy két nagy hatalom van, hanem több. És ennek a körvonalai látszódnak most, hogy nyilván az Egyesült Államok volt a hegemon, aki tartotta a pozícióját, de most az ukrán háború, ez a hegemon pozíció megrendülni látszott, hiszen a két fő ellenfele igen komolyan összefogott, és elkezdték lebontani ennek az elemeit. Ennek csak az első lépés az ukrán háború, sajnos még továbbiakra fel kell készülnünk. Mint azt elmondta, az amerikai hegemónia olyan szinten része a mindennapjainknak, hogy már észre sem vesszük. Elég csak az okostelefonokra, az operációs rendszerekre gondolni, de ott vannak még a különféle hardverek, amelyeket szintúgy használunk. Ezzel szemben lépett most föl Kína és Oroszország, kisebb részben India a szakértő szerint. Mi itt az Európai Unióban is NATO-tagként kevesebb mindent érzünk, de van egy keleti nyitáspolitikánk, ami azt hangsúlyozza, az a konnektivitás, az összekötés elmélete, amely gyakorlatilag azt szeretné, hogy a világ ne alakuljon ki két tömbé, mint a hidegháborúban volt, hanem legalábbis maradjon meg egy olyan fajta egyensúly, amely a katonai egyensúly mellett a gazdaságnak lehetővé teszi, hogy mind a két irányba dolgozzon. Hogyha bezárkóznak ezek a felek is ilyen elszigetelt világok jönnek létre, mint a hidegháború alatt, aznak nagyon komoly gazdasági ár lesz mind a két fél számára. Nógrádi György, geopolitikai szakértő úgy gondolja, átalakulóban van a világrendünk. Folyamatában új világrend van, amit mindenki máshogy értelmez. Fukuyama most írt egy új könyvet, ahol azt írja, hogy amit leírta a történelem végéről, igaza volt, csak nem úgy gondolta, hogy akkor olvastuk. Tehát egy rendkívül furcsa világhelyzet van. Kína tör erőre, USA hanyatlik, de ma még a világ vezető hatalma. Hogy ezzel mégis mit tud kezdeni az Európai Unió, azzal kapcsolatban kételjei vannak. Európának egységesülni kellene be, alkalmatlan, tökéletesen elvesztettük az első és második világháborút, mindkettő Európából indult ki. Ma Nagy-Britannia kilépése az Európai Unió gyöngítette, a német kormány a működésképtelenség színén van, Macron át akarja venni Európa vezetését, amire képtelen. A rendezvényen végezetül a nézők is feltehették kérdéseiket.